szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Írta egyik legismertebb versében 1944. januárjában Radnóti Miklós. Nos, önök közül bizonyára sokan tudják, hogy Vörös Marti Mihály 1800. december 1-én ebben a házban született, itt Kápolnásnyéken, amit abban az időben Pusztanyéknek hívtak. Erre az épületre, azaz a Vörös Marti emlékházra szavaztak önök közül a legtöbben, mint Kápolnásnyék legjellegzetesebb épített örökségére. Kápolnásnyék és a hozzátartozó Pettend a Velencei tó keleti szomszédságában fekszik. Ide torkollik a településen átfolyó Bágyom ér is. A község nem kifejezetten turista célpont, pedig Kápolnásnyéknek is megvannak a maga látványosságai. Igaz, nem túl sok, hiszen a község fejlődése a velencei tavi turizmus fellendülésével párhuzamosan csak az 1930-as években indult meg. Ma már olyan kulturális programokat is kínálnak a felújított halászkastélyban, a Halász Gedeon eseményközpontban vagy a Csajági Laura szabadtéri színpadon, amelyre a környező települések mellett a fővárosból is érkeznek vendégek. Van kettő kis unokám, az egyik 2,5 éves, másik 8 éves volt, és ahogy tehetem, megyünk vele kicsit kirándulgatni, biciklizgetni. El szoktunk menni az eseményközpontot megnézni, a halászkastélyt, illetve a Vörösmarty házat. Elvittem őket már. Gondolunk egyet, és a gyerekekkel felkerekedünk, akár biciklivel, akár gyalog, lesétálunk, és szerintem nagyon fontos egy család életében a mozgás. Ugye az egészséges életmódhoz hozzátartozik. És az, hogy ilyen környezetben tehetjük ezt meg, szerintem ez fantasztikus. Az, hogy télen-nyáron itt ez a maga Kápolnásnyék sose kihalt. Az ide látogatóknak azt ajánlanám, hogy a felújított Vörös Marti Parkot feltétlenül nézzék meg, ahol most jelenleg állunk, illetve a halászkastélyt. Nem olyan régen, 2 évvel ezelőtt a Csajági Laura színpad is megnyitott a Vörös Marti emlékház mellett. Ott nyáron, hétvégente színvonalra színpadi műsorok vannak. Úgy érzem, ebben a faluban megtaláltam azt, amit kerestem. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumba a messiás boldogságot szokott hozni.